egy jó stylist, én mindig azt mondom, egy kicsit pszichiáter is, nem pszichológus. Tehát, hogy pontosan rá tudjon hangolódni a művészre, vagy a versenyzőre, vagy éppen az adott produkcióra. Volt olyan esetleg bármilyen produkció kapcsán, amikor azt mondtátok, hogy ezt semmilyen szinten nem fogjátok fölvenni? Te mindent fölveszel, amit rá... Csak le nem. Csak le nem. Mondjuk az nem fordulhat el, hogy egy tanga úgy valássanak, de egyébként... De miért is a szerep megkívánja? Jó. Miért belehalnék különben? Miért? Hát mert szerintem nagyon hülyén nézek ki tangával. Tehát ugye egyszer nem érzem. Nem tudom. Cukorbulát van, komolyan. Vetköztem már színpadon, de az nagyon régen volt. És halálosan rossz volt. És a Dodó akkor még udvarolt nekem, és beült megnézni az előadást. De akkor hát elvett, tehát sikere volt. Hát végül is. És akkor azt mondja, azt a mindenit milyen lehet, amikor ezt az anyukája megnézi ezt az előadást, majd felment egy ilyen vászonszerűség, és ott ült a színpadon anyám, mert benne volt az előadásban. Ez a család, ez durva. Ez durva. Ide beházasodok, tudod. Volt olyan, hogy esetleg egy reklám hatására próbáltatok ki, vagy vettetek egy ruhát? Nekem mindig az számít csak, hogy ki ajánlja. Engem is néha megkeresnek, hogy dolgokat valamilyen módon reklámozzak, hosszabb vagy rövidebb ideig, és az összes olyan dolog, amibe én belemegyek, az olyan, amit én jó szívvel ajánlom. Miért baj ez szerintetek, hogyha egy ismert ember valamilyen márka mellé odaáll? Tehát, hogy ebben nincs? Szerintem nincs. Tehát, hogy szerintem sem. De hogy ez miért háborítja még mindig föl az embereket? Az lehet a fejükben, hogy ja Istenem, könnyű pénzt szerezni, ugye, hogy kiteszel valamit, és akkor csörög a kassa. Igen ám, de nekem például 25 éven van abban, hogy ez a cég megkért engem. Hogy én kitegyem azt a valamit. Van ilyen, amiből túlvásároljátok magatokat? Mert én például, és nem tudom milyen, én állandóan tusfürdőket veszek. És akkor kihúzom a fiókot. De miért imádod az illatát? Nem tudom, mert mindig azt mondom, hogy ez kell. Na de gondoljátok, hogy van ilyen. Te is? Samponokat, tusfürdőket, arckrémeket, mert az a hang azt mondja a tévébe, mert megérdemlem. Az a hang azt mondja a tévébe. Ő mondja, hogy megérdemlem, hát akkor miért ne vegyem meg magamnak? Annyi van, amennyi van, amit hordok, és ami nem, akkor ilyen csinálok ilyen garázsvásárt a barátnőimnek, és cserégetem. De egyébként abban van. Tehát nálam egy szekrény, 60 négyzetméteres lakás, semmi felesleges nincs, és a minimális ilyen tárgy is, meg nem tudom. Mai férfi sztárvendégünk, Lakatos Már! Nálatok. Tulajdonképpen az ember viselni tudja, akkor bármit felvehet, nem? Hát én azt gondolom, hogy az ember olyat vegyen fel, ami a saját személyiségéhez passzol, és amiben úgy érzi, hogy szebb, jobb, erősebb, bitangabb, mint hogyha nem venné föl, nem? És nem, ezzel lehet üzenni is, nem? A hangulatodat, az éppen a hozzáállásodat dolgokhoz, szerintem egy csomó mindent kifejez a... Nem csak, hogy üzenni lehet, hanem én azt gondolom, hogy az öltözködés az egy nyelv. És egyébként tényleg gondolhatunk úgy rá, mint egy szótára, hiszen gondolj bele, hogy a necharisnyának, a piros lakcipőnek, a fehéringnek, a nadrágkosztümnek milyen jelentése van, majdnem olyan jelentése van, mint a szavaknak, és hogyha ezt megtanulod használni, akkor olyan dolgokat mondasz el magadról szavak nélkül, ami marha sokat jelent. Mit akarsz elmondani nekünk? Hát cuki vagyok. Mi az, amit legelőször megnézel egy emberen? Nem a ruháját, hanem a mozgását, tehát a metakommunikációját figyelem, hogy milyen nő, hogy mozog. Mert utána jön az, hogy az, amit magára húzott, az oké vagy sem. Uh-huh. Mert abból, hogy ő hogyan mozog, hogyan kezd el beszélni, hogyan kompenzál a tartásával, bármivel, avval már nagyon sok mindent megtudsz arról, hogy amúgy az a ruha, ami rajta van, az az övéje, vagy csak egy jelmez, vagy csak egy fura állarc, amit valamiért a világnak meg akar mutatni, miközben nem is olyan. 3 éves koromban Aurore de Nevers herceg kisasszony akartam lenni, és akkor azt mondtam, hogy én színész szeretnék lenni, és sokat színészkedtem gimnáziumban, például Nagy Ervinnel ott ismerkedtünk össze, együtt játszottunk, és aztán jól elcsesztem a felvételit, mert akkor még így egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy nekem hogy kéne megszólaljak. Voltam egy nagyon extrovertált fiatal tinédzser, aki érezte magában, hogy meleg, viszont akkor még nem voltam annyira bátor, hogy ezt mondjuk egy férfi monológban, amit egy színművészetire kell vinni, ezt úgy megmutassam, hanem úgy befáradtam, meg úgy bezáródtam, és egyáltalán nem tudtam, hogy mit mondjak, hogy mi. Jól el is csesztem, Töröcsik Marika jó kis cseszett a francba, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most mit csináljak, ha nem vettek fel a színművészetire, és azt mondta az apám, hát ne hülyéskedj, hát legyél jogász. Mondom, de és bementem így a jogi egyetemre, és azt mondtam, hogy
Aha. Ez nem az én helyem. Ezt nem fogom elvégezni. Igen. És akkor kimentem Spanyolországba idegenforgalmat tanulni, ahol az az érdekes dolog történt meg velem, hogy gyakorlatilag az az egész dolog, amit én hoztam magammal egész tinédzser koromban, azt így letettem, és egy tök új közegben, egy tök új és világban... És ott vállaltad föl magad? Igen. És ott Madridba belecsaptam a lecsóba, az egész idegenforgalmi ösztöndíjamat arra költöttem, hogy a madridi éjszakában szebbnél szebb ruhákba pompázzak. Aztán elfogyott az ösztöndíj, és hazatakarodtam. És akkor hogy lett az, hogy te stylist lettél? Tehát, hogy a divat fele... Tök véletlenül. Úgy lett, hogy engem ez ugye mindig is érdekelt, és ezt tudták rólam, az Ervin is például. Mm. És azt mondta az Ervin egyszer, figyelj, van egy ilyen főiskolás vizsgafilm, a Grillus Dorkával játszok benne együtt, és egy kokain dílert játszom, és tudom, hogy neked sok bundád van, és ilyen pimpes sztájlban nyomod, adjál már kölcsön egy bundát, vagy segítsél már a jelmezetbe. Megismerkedtem a rendezővel, rám bízta az egész filmet, fölöltöztettem a grillúzorket, ez egy csodát, kár, hogy nem ül most itt, ez egy csodálatos kis jelenet volt, hogy fölvette az első ruhát, belenézett a tükörbe, nagyon jellemző női reakció, azt mondja, szia, Dorka vagyok, na akkor... És onnantól kezdve gyakorlatilag majdnem 20 éve óriási barátok vagyunk, és akkor ő elhívott egy fotózásra, arról a fotózásról elhívtak egy másikra, megismerkedtem Hernádi Júcival, ő elvitt a Zobkatihoz, a Zobkati elhívott a stylistjának, és utána ott voltunk már Megasztárnál. Gyakorlatilag 2 év alatt semmiből soha nem tanultam, soha nem készültem erre a pályára, és egyszer csak ott voltam. Egy pár hónappal ezelőtt felrobbantottad az internetet, ugye kijött egy fotósorozat, a nagyon szép férfiakat kifiguráztad, vagy ezt az influencerkedést, hogy ne csak a nem mindig a tökéletes a jó. Egy ilyen tök izgalmas gagként indult. Tehát arról volt szó, hogy én imádom a Celeste Barbert, ugye, aki megcsinált azokat a fotókat, amiket a világ így tapsolva éljen ez, hogy ezek azok a divatfotók és celebrity fotók, amik valamennyire érdekesek. Most, amikor egy-másfél éve most megint felszedtem mondjuk 10 kilót, akkor érdekes módon így bekapcsoltak azok a reflexek, pont azok a reflexek, amiket én az én összes tévéműsoromban a hölgyeknek mondtam, hogy de fogadd el magad, csináld, és magamon azon lepődtem meg, hogy ezzel a túlsúllyal elkezdtem ugyanúgy komplexusossá válni. És akkor, amikor az egész hülyeség az eszembe jutott, és azt mondtuk, hogy jó, akkor csináljuk, akkor oda mentem elsem, és tényleg szédültem. Tehát, hogy az volt, hogy tényleg volt egy ilyen émeigő érzés, hogy na most akkor tényleg leveszem a ruhámat? Van egy olyan frusztrációt, hogy ezt a testet neked van-e jogod megmutatni, érted? Uh-huh. És nagyon fura volt, hogy az első 2 kép után, amikor levetköztem, egy olyan hihetetlen felszabadító érzés volt, és azt éreztem, hogy oké, ez tök jó, és ezt mindenkinek el kéne jusson eddig a pontig. Ha egy szóval kéne azt megmondani, hogy mi a te hivatásod, nem is foglalkozásod, mi a hivatásod, akkor mit mondanád? A szépség. A szépség. De nem a számokban mérhető szépség, a szépség maga.